Sziasztok, Baranyi Péter vagyok, és jókályokról fogunk beszélni ma. Ezeket nagyon sokféleképpen lehet lefordítani, én az egyszerűség kedvéért ilyen szörnyetegeknek fordítottam őket, mert majd megnézzük, hogy pontosan mit jelent ez a szó, és nem véletlenül inkább angolul írtam ki, mert amikor először készítettem az előadást, még magyarul írtam ki, és jókai lett belőle, és nagyon furán nézett ki jókai mor, és a japán nyelv kapcsolatáról beszélgetni, úgyhogy csapjunk is bele a közepébe. És szeretném egyből megköszönni a japán alapítványnak, hogy nagyon sokat segített nekem ebben az előadásnak az összerakásában. Hogyha szeretnétek ebbe a témába olvasni, nagyon-nagyon-nagyon nagy bibliográfiája van a könyvtáruknak, úgyhogy érdemes oda ellátogatnotok. Ma erről a három témakörről fogok beszélni, mik azok a jókályok, egyáltalán honnan származnak, honnan nevednek, milyen kulturális háttere van, és ma hol jönnek ezek, hol találhatók ezek a kedves kis szörnyecskék, szellemecskék, jókályok. Erről fogunk beszélni. Na, kezdjük is kapásból egy kvízzel. Az lenne a kérdésem, hogy ezek közül a jókályok közül van-e olyan, amit ismertek, láttatok már, tudjátok-e, hogy mire valók, ugye én nagyon furcsa kérdezem meg ezt, mert hogy ténylegesen a japán kultúrának egy része az, hogy őket idézőben felhasználják bizonyos dolgokra. De talán egy-két ismerős van közöttük. Van közöttük valami, amit ismertek? Láttátok már? Appa bizony általában, ő az egyik legmenőbb jókály különben, majd róla külön is fogok beszélni. És mikor is jelentek meg ezek a jókályok? Nagyjából a Nara korszakban, ugye 7.-8. század környékén vannak róla először írásos források. Állítólag ez kivételesen nem egy Kínából származó japán kultúra, hanem ez egy originál japán kultúra. És emiatt nagyon különlegesnek is számít. Na, mik is azok a jókályok, beszéljünk akkor egy kicsit erről. Ugye így írjuk le, a napnál világosabb, hogy a két kanjit, hogyha elkezdjük egy kicsit szétboncolgatni, az elsőnek a jelentése az, hogy valami gyanús, valami kicsit csábító, ilyen boszorkányos dolog, és úgy alapvetően gusztustalan. Tehát mi nem nagyon szeretnénk hozzá közel lenni, mégis mozzolunk hozzá. Ez egy ilyen érdekes kanji, érdekes dolgot jelent. A másik pedig, a kai, az pedig egyszerűen csak valami furcsa, gyanús dolgot jelöl. Most, hogyha ezt a két írásját összerakjuk, akkor látunk benne közös pontokat, és láthatjuk azt, hogy alapvetően azaz egy olyan gyanús és különleges dolog, ami egy kicsit gusztustalan, de mégis tetszik nekünk. Ezek általában a jókályok, ezt fordítsa le mindenki úgy, ahogy szeretné, én szörnyeteknek fordítottam őket, mert nagyon komplex ez a jókály világ, és nagyon sokféle dologra is vonatkozhat egyaránt. És olyan 1900 körülig őket nem is hívták jókályoknak, 1900 környékéig, mononokénak, azaz különböző vadaknak, szörnyeknek, a mononoké hinéből ismerős lehet ez, vagy pedig bakimononak, szörnyetegeknek nevezték őket egyszer csak, és utána jött ez a jókály kifejezés, ami egy új kvázi ilyen trendi neve nekik, és ma már azért márkává is vált Japánban, erről is fogunk majd beszélni. No, de mi is az a jókály? Természetesen mi minden rendes dolgot Japánban ezt is kutatják. Van szellemkutatás Japánban, tök jó. Komatsu Kazuhiko úr, akinek a honlapjára is érdemes ellátogatni, Japánon nagyon hosszasan értekezik arról, hogy mi is az a jókály, honnan erednek, honnan származnak, milyen típusai vannak, és hát ő úgy, mint ahogy én ebben a pólóban, hogy this is real, abszolút tényként kezeli az ő létezésüket, és valóban a jókályok bizonyos szempontból tényleg léteznek, és meggyőződésre függetlenül. Na, a Sensei két dologba foglalta össze a jókályoknak alapvetően a lényét. Egy, valami olyan dolog, amit nem tudunk megmagyarázni, és mégis alapot ölt. Gondoljatok bele, régen, amikor még a technika nem volt ilyen fejlett, hogy egy mikrofonban beszélek nektek, akkor lesújtott valahova a villám, hát azt valami csinálta. Valamit ölt, ment a villám. Hát nyilván egy jókály volt, aki leküldte ezt a villámot a földre. Vagy pedig, hogyha valami bal szerencse ér minket, valami olyan szerencsétlenség ér minket, amire nem volt magyarázat, például nincs is lefagyva az út, de elesek, és ma már háromszorra vagy negyedszerre elestem, biztos lehetsz benne, hogy egy jókály lökdös hátulról valójában, mert ezzel próbál téged megtréfálni. És az ilyen dolgokat kezdték el a japánok jókályoknak hívni. Volt tehát egy furcsa jelenségünk, amit nem értettünk, egy olyan dolog, amivel fogalmunk nem volt, hogy mi történik, adtunk neki egy nevet, és ebből a névből, ennek a furcsa jelenségnek a nevéből születnek meg utána a jókályok, amik már egy létező, megfogható dolog lesz, és ennek van egy tök nagy előnye, hogy innentől kezdve tudunk ellene védekezni. Tehát onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy a villámot melyik jókályt küldi, hogyha ezt a jókályt mondjuk megpróbáljuk kiengesztelni, megpróbálunk vele jóba lenni, akkor lehet, hogy a következő villám nem a fejünkbe fog becsapni, hanem valahova teljesen máshova. Mondok egy nagyon egyszerű példát arra, erre bocsánat, sétálunk este az erdőben, közeledünk egy patakhoz, és hallunk egy ilyen kis csobogó hangot.
Ez a csobogó hang olyan, mint hogy a kavicsok ütköznének egymáshoz, atak, tök logikus. És egyszer csak asszociálunk, hogy amikor szoktam otthon a babot mosni, akkor pontosan ugyanilyen hangja van, ahogy összeütődnek a kis babszemek. Biztos vagyok benne, hogy ott van a patakparton egy babmosú jókáj, akinek az a dolga, hogy mossa a babot éjszaka, mert ugye nem látom, sötét van, de biztos itt van valahol, és megszületik az Azuki-Arai nevű nagyon-nagyon régi, hagyományos japán jókáj, aki odacsal téged, és utána belefolyt a folyóban, miközben babot mos. Jó? Ez is abból a félelemből táplálkozik, ugye, hogy éjszaka, sötét erdőben a patak hangja, különböző neszek és ricsajok, és nem tudjuk, hogy mi az. És ebből a félelemből egyszer csak megszületik az Azuki-Arai, ez a babmosú jókáj, és így születik meg amúgy a legtöbb jókáj Japánban. A másik nagyon fontos dolog, hogy a jókájok erednek, ahonnan a jókájok erednek, az animizmus volt. Ez egy nagyon kedves szó, nem az animalizmus, hanem egy picit másról szól itt. Az animizmus inkább olyan dolgokról szól, hogy embereknek szerencsét vagy balszerencsét hozó különböző jelenségekről beszélünk. Ugye nálunk is van a négy levelű lóherőnek a története, vagy pedig a nyuszi lábacska, vagy mindenféle egyéb kabalisztikus dolgokat is mondhatunk. És jellemzően jókáj abból lesz, ami balszerencsét hoz nekünk, hiszen ő egy ártó szellem, egy ártó szándékú valami, ami azt akarja elérni, hogy nekünk kevésbé legyen jó a kis életünk. És láthatjátok, itt is különböző jókáj ábrázolások vannak már a régebbi korokban, akár a mennydörgésre, a földrengésre, a viharokra és a különböző természeti jelenségeket személyesítették meg először ilyen jókájokkal. Jó. De miért van ilyen sok belőle? Miért van ilyen iszonyatos mennyiségű jókáj Japánban? Nem tudtam konkrét számokat ezzel kapcsolatban találni. Mindenhol azt hittek, hogy több ezer jókáj létezik, de szerintem ez az akár több tízezernek is mondható minden probléma nélkül. Nagyon egyszerű azért, mert nem csak a természeti jelenségeket, a balszerencséget, a dolgokat, amiket nem értünk, de a hagyomány szerint az olyan tárgyak, amik nagyon régiek, szintén lélekkel rendelkeznek, tehát szellemek, tehát jókájok. Úgyhogy nekünk is otthon, hogyha van egy régi fadobozunk, annak biztosak lehetek benne, hogy van szelleme, a fadoboz szelleme. Ja? És ilyen régiségek is beköltöznek, vagy ilyen régi tárgyakba is beköltöznek szellemek, jókájok, őket cukmogaminak hívjuk, és gyakorlatilag ők lesznek azok, akik a tárgyaknak a lelkét adják. Például a kokáért, hogyha megnézitek ezeket a tárgyakat, akkor körülbelül láthatjátok, hogy ezek a, bocsánat, ezeket a jókájokat, akkor láthatjátok, hogy nagyobb lehet sejteni, hogy ezek minek a szellemei. Ez alapján, a kép alapján viszonylag egyértelmű, hogy valószínűleg hangszereknek a szellemeiről beszélhetünk itt. A régi hangszerekbe is beleköltözhet természetesen valamiféle szellemet. Hogy itt van például ez a, hát nem tudom, hogy micsoda, de a feje egészen egyértelmű, és látható, hogy ez például egy ollónak, egy ilyen merci ollónak lehet valószínűleg a szelleme. Jó, és az ilyenekben minden probléma nélkül lehet, hogy ezek szellemek, fölruházzák őket lélekkel, ez így, vajon minek? Teáskészlet, természetesen az otthoni kedves teáskészletünk is valójában egy kísértet, ez elég megnyugtató, de nekem ő az egyik kedvencem. Ők nem nagyon szokták felismerni, amikor erre szoktam beszélgetni emberekkel, meg kicsit kevésbé egyértelmű, de ez egy tradicionális japán rizsfőzőnek a szelleme. Érdemes elektromosra cserélni, annak nem tudom, hogy van a szelleme valójában. És ő is például a mosóvödör a konyhával, annak a szelleme már régóta használjuk, és ilyen szellemek csere fordulnak simán Japánban. Amúgy, hogyha megnézitek a Kimi no nevet, akkor ugye abban is van egy-két ilyen jelent, ami arra utal, hogy a régi tárgyaknak a kultusza, hogy a takaró, lepedő, stb. És akkor ezzel kapcsolatban is érdemes mindig ezeket megfigyelni, hogy ezek előjönnek bizony a japán animékbe is. Jó, beszéljünk egy picit a jókájoknak a kulturális hátteréről, magáról a kultúráról. Elindul az egész jókáj történetünk az ókorba. Legendák, szájhagyományok, olyan dolgok, amiktől félünk, olyan dolgok, amiktől tartunk, innen erednek ezek a jókájok. És a középkorra ezeket elkezdik leírogatni és összeírogatni, mert rájönnek arra az emberek, hogy most, hogy ezt a dolgot én néven tudom nevezni, amit eddig nagyon féltem, most már ez ellen a dolog ellen tudok tenni, és kvázi fölül tudok kerekedni a félelmeimen. És ennek volt azért nagyon jó módja, hogy alapot öltöttek és nevet adtak neki, csak hát így elfelejtjük ezeket a neveket, mert így után nem félünk a villámlástól, de amikor villámlik, akkor mindig félnek a villámlástól. Úgyhogy elkezdték őket elnevezni, elkezdték őket feljegyezni, és elkezdték őket ábrázolni, illetve leírogatni. És különböző vallásos tekercsekben jelennek meg először pont emiatt ezek a jókájok,
mert ugye a templomok és a különböző szentélyek érezték kötelességük az, hogy egyrészt leírják ezt a jelenséget, másrészt leírják azt, hogy mit lehet ellenük tenni, harmad részről pedig, ami nagyon fontos volt még, hogy egyáltalán az emberek tudomására hozzák, hogy bizony vannak ilyen jókályok. Ja? És későbbiekben kicsit átalakul a középkor második felében ez a történet, ugyanis elkezdik a jókai vadász történeteket is leírni a templomok, hogy vannak ezek a nagyon gonosz és nagyon csúnya és nagyon ijesztő jókaiok, amik bántani akarnak minket, de a hős, aki legyen bárki, ő legyőzi ezeket a jókaiokat. Ez azért nagyon jó, mert így még inkább uralhatóvá válik a japánoknak a lelkébe a természet, még inkább elfogadhatóvá válik egy csomó természeti jelenség, és egyszerűen nem fognak annyira tartani a sötétbe, mert tudják, hogy ott van az az aki a rajban mosol, amikor bármikor, aki bármikor berángatja őket a folyóba és megfojtja, de akkor majd jönni fog az X hős, és majd megvédi tőle. És így tud az ember gyakorlatilag a természettől való félelmével együtt élni, és szerintem ez a legjobb az egész jókályos történetben, hogy az emberiség ad nekik egy olyan szerepet, hogy ők a jónak, a hősnek, az ellenfelei, akiket ő legyőz, és ezáltal a hős valamiféle jutalmat fog kapni. Nagyon érdekes amúgy ez a hős kultusz, mint olyan Japánban is, meg Európában is, ugye erről is érdemes majd egyszer előadást tartani, talán még legközelebb beszélek egy kicsit erről. Jó, oké, zsoké. És utána pedig ez a régi tárgyaknak a kultusza, amiről már meséltem, a cükkügogámik, ezek is itt a középkor második felébe fognak megjelenni. Megjelent ennek az igénye a középkor vége felé, hogy igazából inkább az újkor kezdetén, hogy írjuk össze ezeket a jókályokat egy darab dokumentumba, és megszületik egy ilyen, hogy nagy jókály határozó. Ez egy nagyon jó pofa kis könyv, természetesen nem beszerezhető, de amennyi megmaradt róla, meg amennyi találtam róla, gyakorlatilag egy Toriyama Seiken nevű úriembernek, vagy Sekien bocsánat nevű úriembernek köszönhetjük ezt a munkát, és az összes általa ismert jókályt leírta. Összeírta, feljegyezte, hogy néz ki, amit tudott, azt le is rajzolt, mi az, amit szeret, mi az, amit nem szeret, mit kell ellen tenni, stb. Úgyhogy, ha ott van valamilyen szörnyű jelenség tart fogságba minket, és nem tudjuk, hogy ez mitől van, fölcsapjuk a jókály határozót, megkeressük a receptet ellene, és már meg is oldottuk azt a problémát gyakorlatilag. Rengeteg történetet tartalmaz, rengeteg olyan ábrázolást is tartalmaz, ami korábban nem létezett, és itt fog elkezdődni a jókályoknak a karakterizálása. Azaz, innentől kezdve ténylegesen ilyen karakterekké fognak alakulni, és a mai japán kultúrában azért lesznek nagyon-nagyon benne a jókályok, mert valaki egyszer lerajzolta őket, és innentől kezdve kitűnően lehet használni őket sok mindenre, erről is beszélni fogunk, hogy mire jók a jókályok. Jó, itt láthatok tényleg ilyen híres művészeket, akik jókályokat ábrázolnak. Láthatjátok bal oldalt is, meg jobb oldalt is, hogy egészen modern japán művészeti alkotásokban is megjelennek már ezek a különböző jókályok, és úgy annyira elfogadták a jókályok jelenlétét a japán emberek az újkor hajnalára, hogy teljesen természetessé válik, hogy egy-egy jókály megjelenik a művészeti ábrázolásban, vagy ahogy egy japán ismerősöm nekem mondta, amikor megkérdeztem, hogy hisz a szellemekbe, hát figyelj Peti, hát szellemek vannak, most ez nem rajta múlik. Úgyhogy ők nem hisznek, ők tudják. Úgyhogy ezt szoktuk mindig mondani, és nagyon-nagyon izgalmas szerintem ez is. Manapság, amikor jött a kulturális felvilágosodás pedig napjainkban, akkor az első dolog, amiről a japánok is eljöttek, hogy jókályok azok nincsenek. Tehát természetesen a tudománnyal nem igazolható, úgyhogy nem léteznek. Gyakorlatilag hasonló utat járnak a jókályok, mint nálunk is a különböző vallások, hogy eljutnak odáig, hogy a tudománnyal meg lehet őket cáfolni, akkor nem léteznek. Na jó, de mégis van belőle, hogy 2000 darab, mi legyen, akkor őket felejtsük el? Nem. Akkor őket használni fogjuk különböző dolgokra, például népművészet, annak tök jól elférnek így a perifériáján, és népművészeti elemeket fognak innentől kezdve a jókályok képviselni és tartalmazni, és ma egy egészen más szerepkörbe fognak beillesztődni. Egy-kettőt talán ismertek ezek közül, ezek mind-mind-mind jókályként indultak el, láthatok különböző márgákat, láthatok különböző animéket, láthatok pedagógiai munkákat és egyéb dolgokat is. És egyben meg is kérdezni tőletek, hogy szerintetek ki ma a legbefolyásosabb jókály? Mert hogy ezek mind azok eredetileg. Ki az, aki a legnépszerűbb, a legnagyobb hatalmat gyakorolja a japánok fölött a mai napig? Bármilyen hihetetlen, talán Magyarországon a legkevésbé ismert,
úriember, Mizuki Shigeru, aki sajnos egy pár éve már nincsen köztünk, de 1968-ban ő megalkotja a Gegege no Kitarót, aki a legmodernebb átültetése volt akkoriban a jókájoknak, és azóta is tart, immáron mennyi ez? 40 éve, 40 pár éve, majdnem 50 éve tart a Gegege no Kitarónak az újra és újra és újra rajzolása, úgyhogy érdemes ebbe belenézni ebbe az animébe, hogyha érdekel minket ez. Nagyon egyszerűen dolgozik az öreg, mert fogott régi jókájokat, akiket átültetett új köntösbe, fogott népművészeti alkotásokat, akiket jókájosított, és kitalált saját jókájokat is. Emiatt például az előbb emlegetett Tazuki Arai, Babamosu is megjelenik az animékbe, és láthatjátok, hogy abból a forrásból dolgozott valószínűleg, amit én is mutattam nektek az elején, mert teljesen ugyanúgy néz ki. Jó, de van például Beto Beto-san, aki egy nagyon egyszerű dolgot csinál, azt az érzést kelti bennünk, mintha valaki követne. És ő egy láthatatlan kis jókai, aki annak örül, hogy félünk, miközben megyünk haza a sötétbe, és ő mindent csinál, csak megijesz minket, és jól szórakozik rajta. Vagy ott van például a Szünet Akedabá, a homokdobó nyanya, aki szintén annyit csinál, hogy valamikor, amikor a szél belefújja a szemünkbe a homokot, mert azt ő csinálta valójában. És ő ott van a fa mögött, és nagyon élvezi azt, hogy beleszorhatta ezt. Mondtam, hogy beszélek a kappáról, meg az anyukról, ezekről is akkor pár gondolatot. Kappát rengeteg féleképpen ismerhetjük, kappaszusi. Környezetvédelmi dolgokban nagyon fontos, hogy legyen a kappa, hiszen a kappa a vízbe él, ha te elrontod az ő élőhelyét, akkor nem vagy jó környezetbarát, és bántod a kappát, a kappa jön és bosszút áll. Úgyhogy ilyen szempontból is környezetvédelmi feladatkört lát el ma a kappa, illetve japán közmondások is fűződnek hozzá, ezeket rátok hagyom, hogy felfedezzétek majd. De gyakorlatilag nagyon fontos szerepe van a japán kultúrában. Az onyiknak, azaz az ördögöknek is, onyigokko, az ugye a fogócska japánul, szecsübünk kulturálisan pedig nagyon fontos, hogy az onyikat kiűzzük a mi kis lakásunkból, és rengeteg közmondás kapcsolódik szintén az onyikhoz is. Úgyhogy ezek talán a legnevesebb jókájuk, ők azok, akik a legnagyobb hírnevet vették Japánban, ők azok, akik a leghíresebbek. Jó, és vannak új jókájuk is természetesen, a felmetszett szájú nő, aki hordja ezt a fehér maszkot, és odajön és megkérdezi tőled, hogy szép vagyok. Bármit válaszolsz, ha igen, ha nem. Utána leveszi a maszkot és megkérdezi, hogy így is szép vagyok, és utána megkerget téged. Vagy ott van Toire no Hanako-san, aki mindig a harmadik emeleten a női vécében, a leghátsó vécében lakik, és ha te oda bemész, akkor bizony lerángat a vécébe. Úgyhogy azt a vécét nem használjuk. Jó? De hogyha megnézitek akár a Fukuokai rendőrség, akár a Seibu vasúttársaságnak a honlapját, különböző szellemekkel, jókájokkal magyarázzák el a rendőrségnél például a bűncselekményeket, hogy a tolvaj, azt nem egy tolvajként ábrázolják, hanem egy szellemként, aki kiveszi a pénztárcádat. És így módon próbálják az embereket tanítani, edukálni erre, és nagyjából ennyit szerettem volna nektek elmondani. Picit itt a végét meg kellett a pörkösen, de köszönöm szépen, hogy végighallgattatok, és hogyha szeretnétek egy picit beszélgetni, akkor itt kimegyünk, és egyből balra az Omiya-gövör stannyjánál megtaláltak engem is még egy órán keresztül körülbelül, valamint hogyha megkeresitek a Nihongo oldalt Facebookon, akkor bármikor tudok bármiről beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!